Főbb híreink. Nem újabb szankciókra van szükség, hanem béketárgyalásokra, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Kitüntette az Egészségügyi Világszervezet Müller Cecília országos tiszti főorvost kimagasló szakmai munkájáért. A kormányalakítással megbízott Benjamin Netanyahu beleegyezett a folyamatban lévő koalíciós tárgyalások során, hogy a választási ígéreteknek megfelelően elkötelezi magát egy kérdéses törvény elfogadása mellett. Ítélet született a 8 évvel ezelőtt lelőtt maláj utasszállító ügyében. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Nem újabb szankciókra van szükség, hanem béketárgyalásokra, mondta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán, azt kérve az emberektől, hogy támogassák a küzdelmüket azzal, hogy elmondják a véleményüket a nemzeti konzultációban. Most már az interneten is ki lehet tölteni a szankciókról szóló konzultációs kérdőívet. Én már meg is tettem, mondta a kormányfő a közösségi oldalán közzétett videójában. Úgy folytatta, a brüsszeli tárgyalásokon azt látja, hogy további szankciókat akarnak elfogadtatni. Ez tévút, mert a szankciók nem oldottak meg semmit, viszont óriási gazdasági károkat okoznak, hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, a háborúnak nem lett vége az energiaárak, viszont az egekbe emelkedtek. Nőnek az élelmiszerárak és rekordokat dönt az infláció. Kiemelte, nem újabb szankciókra van szükség, hanem béketárgyalásokra. A demokratikus koalíció egy 5 éves lakásfelújítási programot sürget. Varjú László hangsúlyozta, hogy a javasolt program keretében 500 000 panellakást és 1 millió más típusú társasházi lakást vagy családi házat lehetne felújítani. A párt számításai szerint ez körülbelül 4500 milliárd forintba kerülne, aminek kétharmadát 3000 milliárd forintot az EU-tól lehetne lehívni, tette hozzá. A program közös nemzeti érdek, mert a felújított ingatlanok fenntarthatóbbak lennének, érdemben csökkenne a rezsijük, és így az orosz gáztól is függetlenedni lehetne, érvelt elképzelésük mellett. Az alelnök rámutatott, hogy egy ilyen horderejű beruházás a teljes magyar építőiparnak és annak beszállítóinak is évekre munkát adna. Varjú László elmondta, azt is javasolják, hogy a program résztvevőinek ne kelljen önrészt fizetniük. Kitüntette az Egészségügyi Világszervezet Müller Cecília országos tiszti főorvost kimagasló szakmai munkájáért, számolt be a koronavírus tájékoztató oldalán a közösségi oldal. A WHO saját közösségi oldalán arról írt, hogy a lehető legmagasabb fokozatú kitüntetést adták át Müller Ceciliának Hans Kugle, a WHO európai régiós igazgatója. Hans Kugle Müller Ceciliának elkötelezettségét és szakértelmét is megköszönte, amit állítása szerint a koronavírus során tapasztalhattunk meg. A WHO európai régiójának vezetője egyébként még kedden érkezett Magyarországra, és találkozott a WHO magyarországi országirodájának vezetőjével is. Müller Cecília kitüntetésénél jelen volt Pintér Sándor belügyminiszter, aki együttműködési megállapodást írt alá Hans Kugléval. Az egyezmény a felek közötti közös munkaprogramot határozza meg a következő 2 évre. Speciális ösztöndíjprogram indul a diaszpóra fiataljai számára, magyarországi felsőoktatási tanulmányaikat támogatandó, jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács 11. ülésén. Semjén Zsolt elmondta, a programot Csák János kulturális és innovációs miniszterrel együttműködve valósítják meg. A szerdai kormányülésen született döntés a Welcome Office, azaz hazatérési iroda létrehozásáról, amellyel azokat akarják segíteni, akik úgy döntenek, hogy véglegesen vagy átmenetileg hazatelepülnek Magyarországra. Az irodában elintézik majd például a nyugdíjfolyósítással, diplomahonosítással, jogosítvánnyal összefüggő ügyeiket, ismertette Semjén Zsolt, aki az Egyetemes Magyarországi Integráns részének nevezte a diaszpóra és az emigráció magyarságát, akik nélkül az egyetemes magyarság válna szerényebbé. Külföldi híreink. A kormányalakítással megbízott Benjamin Netanyahu beleegyezett a folyamatban lévő koalíciós tárgyalások során, hogy a választási ígéreteknek megfelelően elkötelezi magát egy olyan törvény elfogadása mellett, amely lehetővé tenni a kormány számára, hogy megkerülje a legfelsőbb bíróság döntéseit, jelentette a Valla hírportál riportere. A Netanyahuhoz hű pártok a Likud, a Vallásos Cionizmus Szövetség, a Szefárd Ultraortodox Sassz és az Askenázi Ultraortodox Jahadut Hatóra tömbje 64 széket szerzett a választásokon. Források szerint Netanyahu kezdetben nem akarta belefoglalni a törvényt a megállapodásba, de most beleegyezett, hogy megemlítse anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna. A fő hiányzó részlet, hogy hány szavazat lenne elég a bíróság megkerüléséhez, 61 vagy magasabb küszöb, amelyhez ellenzéki szavazatok is kellenek.
Ha csak többségre van szükség, egy ilyen törvény drámai módon aláshatja a bíróság relevanciáját és megszüntetheti a kormányzó kormány hatalmának egyik legnagyobb korlátját, amely már mind a végrehajtó, mind a törvényhozó hatalmat ellenőrzi. A legfelsőbb bíróságnak lényegesen kisebb lehetősége lenne beavatkozni, ha úgy érzi, hogy a kisebbségek jogait vagy általában az emberi jogokat is sértik. Az izraeli védelmi erők, a Shabak belbiztonsági szolgálat és a határrendőrség csapatai a terror hullám megtörésére indított művelet részeként újabb razziákat végeztek Judea és Szamária, valamint a Jordán völgy különböző pontjain, beleértve Kraf Nima, Ramidian, Kuszra közösségeket és Hebron városát is. A biztonsági erők a Jenin körüli területen lévő Suvekei és Jalabun falvakban letartóztattak 3 keresett szemét. Mindemellett Jalabun faluban a csapatok izraeli katonai egyenruhákat, mellényt és fegyveralkatrészeket, valamint lőszert is találtak. Az erők Shehenben letartóztatták egy terrorista tevékenységgel gyanúsított személyt. A művelet során lövéseket adtak le az erőkre. Az Efraim regionális dandár területen lévő Kalkiliában, valamint Jamain faluban letartóztattak egy-egy terrorista tevékenységgel gyanúsított szemét. A Jordán völgy regionális dandár területén lévő Bardala és Aouja város falvakban letartóztattak további 2 keresett szemét is. Oroszországot nevezte a lengyelországi rakétaincidens végső felelősének csütörtökön Antony Blinken, amerikai külügyminiszter Bangkokban, nem sokkal az ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködésnek a tájföldi fővárosban kezdődő csúcstalálkozója előtt, s kiállt Ukrajna önvédelemhez való joga mellett. Jól lehet, az előzetes lengyel vizsgálatok szerint az ukrán légvédelem 2 rakétája csapódott egy kedden egy kelet-lengyelországi gabonasilóban, mind Blinken, mind pedig nem sokkal korábban Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter leszögezte, akárhogy zárul a vizsgálat, a végső felelősség Moszkvát terheli az ügyben. A 2 tárcavezető azt mondta, hogy teljes mértékben megbíznak a lengyel vizsgálati eredményekben. Ukrajnának joga van az önvédelemhez, mi pedig elkötelezettek vagyunk Ukrajna védelme mellett, fogalmazott Blinken. Benyújtotta az új brit költségvetési tervezetet Jeremy Hunt pénzügyminiszter. A politikus kijelentette, hogy az ország recesszióban van. A költségvetés nagyon jelentős megszorításokat és adóemelést tartalmaz, amely milliókat érint. Eközben a lakosságot továbbra is sújtja a lakhatási krízis, valamint a 41 éve nem látott mértékű árnövekedés. Előrejelzések szerint az energiaárak emelkedése folytatódik. Jeremy Hunt egy hónappal ezelőtt közölte, hogy nem fogja az eredetileg megállapított október 31-i időpontban benyújtani a költségvetést, mivel szeretne minél tisztában látni a döntéshozatal előtt. Ennek érdekében felkereste a brit kormány mellett működő felelős költségvetés hivatalát is. Ez az a szerv, ami megpróbál minél pontosabb előrejelzést adni a költségvetést érintő változtatásokon várható hatásairól. Hunt ragaszkodott ahhoz, hogy az OBR értékelését is bevárja. Hunt a brit parlament alsóházával közölte az OBR legfontosabb megállapítását, a brit gazdasági növekedés negatív, az ország recesszióban van. Ítélet született a 8 évvel ezelőtt lelőtt maláj utasszállító ügyében. A kelet-ukrajnai szakadárok ellenőrzése alatt álló Pervojmaszk településről mellől a szovjet-orosz gyártmányú bukvédelmi rendszer egyik rakétájával lőttek le. 8 évvel ezelőtt a maláj légitársaság MH-17-es járatszámú repülőgépét, közölte ítéletében a hágai kerületi bíróság. Hendrik Stenhouse elnöki bíró a támadást összehangolt katonai akciónak nevezte, és kiemelte, a katasztrófa előkészítésében és végrehajtásában résztvevők közül többen orosz állampolgárságúak voltak, illetve korábban az orosz fegyveres erők kötelékébe tartoztak. A nyomozás során visszahallgatott telefonbeszélgetések tanúsága szerint a szakadár Donetszki Népköztársaság több vezetője, akik tudtak a rakétatámadásról, szoros kapcsolatot ápoltak akkor Oroszországgal. A 3 orosz, valamint egy ukrán vádlott nem volt jelen sem a tárgyalásokon, sem az ítélethirdetésen. Hendrik Stenhouse az ítélethirdetéskor kiemelte, a vádlottak nem tekinthetők az orosz fegyveres erők tagjainak, ezért nem illeti meg őket a harcokban résztvevő katonai mentelmi jog. Közölte továbbá, a bíróság később dönt az üggyel kapcsolatos másjogi kérdésekről, valamint a gyanúsítottak bűnösségéről vagy ártatlanságáról. Bővebb információt a brajerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról.
Ma is folytatódik a lehűlés, országszerte borongós idő várható. Este intenzívebb eső kialakulására számíthatunk. A hőmérséklet jellemzően 4-9 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!